Hello! Itt az Apaidő Podcast. Gondolatok, érzések, interjúk és vélemények apáktól és anyáktól, a szülőségről és minden másról. Az Apaidő Podcast adását a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja, akik velünk együtt hisznek abban, hogy az itt elhangzó gondolatok hozzájárulnak, hogy gyermekeinknek egy boldogabb világot teremtsünk. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az Apaidő oldalt. Itt az Apaidő Podcast. Kertész András vagyok. Hogy születik a kufli? A kis biológus. Eszterházi, meg Kokorelli, meg Egetfeleszerzők. Ő nyelvük, hangjuk az rám után szintén erős hatással. Milyen gyerek lehetett, akiből ilyen mesék jönnek ki? Felszabadító hatások a gyerekek számára is, hogy mennyi minden kezdhetsz a nyelvvel. Te is óriási hatással vagy és leszel a mi gyermekeinkre, a te gondolkodásmódod, az a nyelviség, amit te képviselsz. A saját anyanyelved tanulása, az a gondolkodás tanulása is. Nagy szeretettel köszöntöm az Apaidő Podcast mai adásában Dániel Andrást. Dániel Andrást nem kell bemutatni, különösen a kisgyerekes szülőknek, akik sírva, visítva röhögnek a poénjain, miközben ártatlan és értetlen gyerekszemek néznek rájuk, hogy most ezen mi volt a vicces. Én pont egy mondattal előtte nevettem, mondhatnák a gyerekek. Igen, mert hogy Dániel András olyan meséket ír és rajzol, amelyek végtelenül viccesek, és nagyon komoly mondani valójuk van, és egyszerre több rétegben szólítják meg a gyerekeket, a kicsiket, a nagyobb gyerekeket, és a szülőket. El kell árulnom, hogy nálunk egy családi kedvenc a Dániel András összes könyve, nem csak a kufli, hanem az összes többi is, és éppen pont két nappal ezelőtt a bátyámiknak, a nagy tizenéves fiúk nekünk ajándékozta az én 5 éves kisfiamnak egy Dániel András könyvet, amit még 2018-ban dedikáltál az ő családjuknak, úgyhogy nálunk ez már a könyvek is, már a dedikált példányok is körbe-körbe mennek. Mondhatom, hogy generációk fognak fölnőni ezeken a poénokon, és hogy a lábas csiga létezik, ez már nem lesz kérdés. Úgyhogy számomra nagy megtiszteltetés, hogy Dániel Andrással beszélgethetünk ma itt az Apaidő Podcastban. Szervusz, András! Szervusz! Szerintem sose volt kérdés, hogy a lábas csiga létezik, úgyhogy. Oké, akkor rögtön rá is kérdeznék erre, mert van néhány kérdésem, amiket a családomból gyűjtöttem össze. A kisfiam is üzen, úgyhogy majd ezt még át kell adnom, el ne felejtsem. De akkor rögtön kérdezem, hogy ez miért nem kérdés, hogy lábas csiga létezik? Miért nem létezik? Hát szerintem igen, de szerinted mióta van és miért? Hát valószínűleg mindig is volt, csak nem tudom, nem fordított kellő figyelmet rá a tudomány, vagy elkerülte a szakértők figyelmét, de szerencsére az elhagyatott réten nagy számban élnek, úgyhogy a kufli könyvekben lehet velük találkozni. Ez valószínűleg olyan, mint az ágy alatt élő lények, akik szintén minden gyerek tudja, hogy ott laknak, és van, aki fél tőlük, és van, aki kíváncsian felfedezi őket. Te féltél gyermekkorodban az ágy alatt élő lényektől? Voltak ilyen félelmeim. Akiktől én féltem, azok nem pont az ágy alatt laktak, de a gyerekszobában volt valami ilyen, nem tudom, ilyen, talán ilyen komódszerű valami, és akkor a mögött volt valami zűrös világ, amitől próbáltam magam távol tartani éjszakánként. Úgyhogy igen, volt ilyen félelem. Mesélj nekünk egy kicsit a gyerekkorodról. Engem nagyon érdekel, hogy milyen gyerek lehetett az író, grafikus művész, akiből ilyen mesék jönnek ki. Szerintem így külső szemlélő számára átlagos gyerek lehettem. Jól lehet, van két féltestvérem, két bátyám, de ők sokkal idősebbek, mint én, tehát praktikusan egykeként nőttem föl. Ennek minden előnyével és hátrányával együtt. És ebből az is következett, hogy viszonylag sokat voltam egyedül, vagy játszottam egyedül ennek minden előnyével és hátrányával együtt. Úgyhogy már akkor megtapasztaltam azt, hogy
hogy sok mindenre jó a fejünk, vagy nem tudom, sok minden kibányászható belőle, amivel elszórakoztathatjuk magunkat adott esetben. Ebből egy ilyesmi élményből, vagy egy helyzetből alakult ki az, hogy te elkezdted szórakoztatni magadat, és képzeletbeli lényekkel találkozni, megrajzolni őket, gondolkodni róluk? Valószínűleg igen, hát a legtöbb gyerek csinálja ezt, hogyha hagyják. De az nekem egy alapvető élmény, hogy egyedül vagyok otthon, vagy hát úgy egyedül, hogy valahol van egy felnőtt, de én úgy egyedül vagyok, és játszom, kitalálok játékokat magamnak. Egy ilyen nagyon nagy, zegzugos, úgynevezett polgári lakásban laktunk, hatalmas belmagasság, ilyen egymásból nyíló nagy szobák, és ebben így jól el lehetett veszni. És akkor én ezekben a szobákban rohangáltam föl alá, és különféle saját történeteket találtam ki. És persze így egyedül voltam, de sokan voltunk, mert megint komplet sztorikat kitaláltam magam köré, és úgy emlékszem, hogy efféle játékokkal elég sok időt töltöttem. Ó, de jó lehetett neked. A szüleid mit szóltak ehhez, hogy képzeletben lények vesznek téged körül? Hát ők emlékeim szerint nyitottak voltak erre, tehát semmiképp se korlátozták ebéli tevékenységemet. Igen, tehát emlékeim szerint időnként meséltem is ezekről, vagy ha nem is meséltem, valószínűleg eléggé feltűnő lehetett az, hogy a gyerekük föl alá szaladgál a lakásban, és közben magában beszél. Persze ebből sok mindenre lehetne következtetni, de ők azt hiszem, ezt jól fejtették meg, hogy én most éppen játszom, és ezt hagyták. Van olyan lény, ami megjelenik a mai meséidben, és már akkor megszületett? Nem, konkrétan nincs ilyen lény. Ilyen nincsen. Tehát inkább ilyen helyzetek, mint a Mit keresett a Jakab az ágy alatt című könyvnek az alaphelyzete, hogy van egy kisfiú, aki fél a sötétben, és akkor mégis be kell mennie a sötétbe. Aztán azok a figurák, akikkel ott találkozik, azok nem ilyen önéletrajzi ihletettségűek, azokat már én találtam ki neki. Előbb beszéltünk a szüleidről, és itt az Apaidő podcastban azt a vetületet is igyekszem körbejárni a vendégeimmel, hogy nem csak, hogy ők a gyerekkorukat hogyan élték meg, hanem hogy ők hogyan látták a szüleiket, illetve milyen mintákat követnek, és hát mi, akik ugye esténként, tegnap estét Mohamanyival töltöttem például, és így esténként ugye mi a te könyveiddel, a gondolataiddal, a figuráiddal vagyunk együtt a gyermekeinkkel, szóval mi felnőttek, én azt hiszem, hogy mások nevében is beszélhetek, hogy mi azért el szoktunk azon gondolkodni, hogy hogy születik ez meg, vagy milyen figurák, milyen minták azok, amik mentén végig gondoltál egy karaktert. És ebbe ugye beletartoznak a szülők is. Az édesapád milyen édesapa volt? Milyen mintát láttál? Ő egy eléggé erős, vagy a ilyen domináns egyéniség volt. Így emlékszem rá. Egyfelől, másfelől, most így már felnőttként visszaemlékezve, egy meglehetősen zárkózott ember is volt. Az a fajta, biztos ismersz te is ilyet, az a fajta zárkózott ember, aki nagyon sokat beszél. Mert vannak ilyenek, akik a beszéd mögé bújnak el, vagy a kommunikáció mögé rejtik el a személyiségüket. Egy ilyen fajta ember ott nem volt könnyű hozzá közel kerülni. Akik őt felületesen ismerték, ők azt gondolták róla, hogy egy meglehetősen ilyen rigorózus, szigorú ember, ami azért nem volt, közelről nézve azért nem állta meg a helyét ez a dolog, de nem volt egy ilyen könnyed az a csávó. Ez biztos. Úgyhogy
olyan nagyon közeli, bizalmas viszonyba igazából sose kerültünk. Vagy már túl későn kezdődött el köztünk ez, de most ez mellékszál. Ugyanakkor meg azért van olyan élményem vele kapcsolatban, hogy sétálunk, mert időnként elmentünk sétálni, vagy ha csak így, nem tudom, mentünk valahová kettesbe a nagyszüleimhez például, akkor voltak olyan játékaink, ami szintén e félék, tehát ez a képzeletbeli lényekkel való játék. Volt egy épület, emlékszem, egy, nem tudom, talán egy használaton kívüli, hát ilyen templomszerű épület volt, de nem az volt, nem emlékszem, hogy valamilyen díszletraktár volt, ekként funkcionált, és amellett sokszor elmentünk, és ott laktak ilyen figurák, akiket mi úgy kitaláltunk. Meg ilyen nyomozósat játszottunk sétálás közben, tehát ilyen játékok voltak, miközben megvolt az is, hogy ő a felnőtt, ő olyan nagyon felnőtt, és azért egy ilyen szigorú felnőtt, én meg a kisgyerek vagyok. De azért voltak ilyen érintkezési pontok. Ez egy érzékeny egyensúly, hogy az édesapák és az édesanyák mit képviselnek a családban, a gyereknevelésben. Az édesanyát hogyan egészítette ki az apai szerepet, amiről az előbb beszéltél? Aha. Hát ő egy sokkal lágyabb, vagy így, nem tudom, most majdnem azt mondtam, hogy empatikusabb, de nyilván apám is empatikus volt, csak ezt másként adta a környezete tudtára. Tehát az édesanyámmal jobban lehetett, hogy többet lehetett hülyéskedni, neki könnyebb volt elmondani problémákat, bele lehetett inkább megbeszélni a dolgokat, játékosabb volt. Tehát, hogy ő egy ilyen szempontból egy kicsit ellenfogós volt. Meséltél a testvéreidről, akik sokkal nagyobbak voltak. Ők milyen szerepet játszottak az életedben, és vajon van-e olyan karakter, ami részben hordozza az ő karakterjegyeiket? Hát azt nem hiszem, tényleg elég nagy volt, vagy mai napig is egyébként ez fura módon nem változott a köztünk lévő különbség. Tehát a fiatalabb bátyám is 14 évvel volt nálam idősebb. Sőt, ma is az. Tehát nagyon közel nem kerülhettünk egymáshoz. Csak vele a kisebbikkel éltünk egyáltalán egy fedél alatt egy ideig. De hát egy gondolatot, hogy egy kamasz fiúnak kisebb dolga is nagyobb annál, mint hogy egy pici gyerekkel elkezdjen játszani. Tehát ő neki meg volt maga élete, meg arra emlékszem, hogy jöttek a barátai, és akkor ott nem tudom, asztali focisztak, rugós focia megvan még neked, ha ismered ezt, rugós Persze. focisztak, meg sakkoztak, meg kártyáztak, meg ilyesmi. Tehát ilyen emlékeim vannak, ilyen közös élmények, hogy beszélgetünk, jövünk, megyünk, az már későbbre datálódnak, amikor már én is felnőtt voltam. Azért is kérdezgetlek téged itt körbe-körbe a családodról, mert én azt hiszem, hogy nagyon izgalmas kicsit mögé látni a mesevilágot mögé látni, hogy honnan táplálkozik ennyi minden. Ma például a családi életet hogy néz ki, hogy mennyire sikerül a művészeknek a munka-magánélet egyensúlyát megtalálni? Hát ez sosem egyszerű. Apám is ezzel foglalkozott, ő író volt, és arra pontosan emlékszem, hogy nagyon csendben kellett járni a lakásban, meg nem hangoskodni, mert apa éppen dolgozik, tehát ez meg volt. Szóval ez nekem a gyerekkoromból ismerős volt. Én már könnyű helyzetben vagyok, mert ilyen szempontból, mert a gyerekeim már felnőttek, és nekik megvan a maguk élete, és azt élik, és nem zavarjuk egymást a hangoskodásunkkal. Mind nap egyik szobából a másikba. Én ezt De élem. emlékszem, hogy azért engem ez különösebben zavart, tehát én nem voltam sose ilyen rigorózus. Aha.
Én ezt élem egyébként most, hogy nálunk van egy 14, egy 11 éves és egy 5 éves gyerek, és az 5 éves most, hogy már elkezdett nagyobb lenni, hogy most érezzük azt a feleségemmel, hogy kezdünk egy picit felszabadulni, úgy értem időben, vagy energiában, vagy fókuszban, tehát kicsit passzívan tulajdonképpen, de rádöbbenünk arra, hogy több energia vagy idő figyelem jut másra. Tehát nem feltétlenül szándékosan vezetjük át ezt az energiát, és hogy nálad ez hogy alakult? Mert én közben ezt érzem, hogy tudok kicsit jobban alkotni. Tehát az egész pici gyerekkel, amíg folyamatos kontroll alatt van, mindig pelenkázni kell, ez az amaz, az nagyon le tudja kötni a figyelmet. Nálad hogy alakult? Most mondod, hogy már nagyok a gyerekek, már nem zavarjátok egymást, hogy most termékenyebb időszak van az alkotás tekintetében nálad? De bizonyos szempontból igen. 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 Mondjuk az is volt, hogy amikor ők kicsik voltak, akkor még másféle dolgokkal foglalkoztam. Tehát volt olyan, hogy műterembe jártam dolgozni, tehát nem otthon dolgoztam, vagy éppen volt valami polgári foglalkozásom, tehát mondjuk szerkesztőségbe dolgoztam, és akkor eljártam dolgozni, mint minden más rendes ember. Úgyhogy viszonylag későn alakult ki az, hogy én otthon dolgozom, tehát hogy a munkahely az, és az otthon az ugyanaz, és akkor ők már voltak. Meg Ez fogsz dobni azzal a labdával? Vagy mire kérdez? Meg fogsz dobni azzal a labdával, vagy mire készülsz? Igen, igen, van egy ilyen tervem, hogyha valami rosszat mondasz, akkor, igen, akkor el kell hajolni gyorsan, csak ugye tükrözve van a képernyő, nem biztos, hogy jó felé fog. Ja, jó felé hajolsz, igen, ez igaz. Jó felé hajolsz. Egyébként jó, hogy rákérdeztél, mert pont erre szerettem volna rákérdezni, a humorra. Talán akik eddig hallgatták a beszélgetésünket, akkor nem tudják, vagy még nem nevettünk hangosan fel. És akkor se fogok, hogyha megdobsz labdával. Oké. hogy mi, amikor életünkben először beszéltünk pár héttel ezelőtt, de már akkor is összeröhögtünk egy párszor, úgyhogy gondolom, hogy biztos jó hangulatú beszélgetés lesz ez ma. És pont erre szerettem volna rákérdezni nálad, a humor. Hogy honnan jön a humor, és ez egy hülye kérdés elsőre, de igazából azt hiszem, hogy sokan lehetnek olyanok, akik görcsösen próbálnak humorosak lenni, meg viccesek, meg vidámak például. Maradjunk csak annál, nem is humoros, csak vidám. És azért ez nem mindenkinek sikerül. Nálad hogy éled, hogy jön belőled ennyi vicces szó, gondolat, fordulat, ez a fajta világlátás? Mert tulajdonképpen ez az, ami megjelenik a könyveidben. Egyrészt a humort meg a vidámságot szerintem nem érdemes összekeverni, tehát az ember szomorúan is lehet humoros. Tényleg. Lehet vicces dolgokat írni, úgyhogy az ember neképpen nincsen olyan fene nagy jó kedve. Ezt tapasztalatból mondhatom. Na, mert ez milyen? Már mi? Hát kevésbé vidám a humoros dolgokat írni. Hát olyan, hogy nincsen annyira jó kedved, és akkor közben meg dolgozol valamin, és írsz, és a legnagyobb megrőkönnyödésedre egyszer csak kifut a kezed alól valami vicces, eszedbe jut egy hülyeség, és akkor... És akkor már rossz kedved van, magad is elmosolyodsz, hogy ez meg honnan jött. És aztán jön a következő, és miközben úgy körülötted nem, mondjuk nem okék a dolgok, vagy éppen valami nyomaszt, szorongsz valamin esetleg, valami elrontotta a kedvedet, közben a szövegben meg mégis valahogy ezt létre tudod hozni a nem tudom, viccességet, vagy megjelennek benne humoros valamik. Tehát ez, hogy hogyan működik ezt, az nem tudom, de hát az emberi elme ilyen furcsa, hogy ilyen ellentmondásokra is képes gyakran. Úgyhogy van ilyen. Van ilyen, és olyan is van, hogy az embernek jó kedve van, és,
és kéne írnia valami vicceset, mert ott tart, hogy oda érzi, hogy kellene valami ilyesmi, és egyszerűen erőltetett jópofáskodásnál nem jut többre. Tehát ilyen is előfordul. Nem tudja, hogy mennek ezek a dolgok. Nekem még ezt nem sikerült erre rájönni. Te észreveszed magadon könnyen, hogy valami erőltetettem vicces, vagy tényleg az? Hát előbb-utóbb észre szoktam venni. Jó esetben majdnem rögtön, tehát hogy leírom, és azt mondom, hogy jaj, ezt azért inkább ne, ezt nem kéne. Vagy ha rögtön nem, akkor egy visszaolvasásnál. Én nagyon sokszor olvasom újra és újra és újra, amit írok. Úgyhogy előbb-utóbb azért ki szokott bukni az, hogyha ha valami nem stimmel, és mondjuk egy erőltetett viccelődés, vagy nem tudom, egy rossz poén, vagy éppen olyasmi, ami valamilyen szempontból ami önismétlés, vagy ez már volt egyszer, mert olyan is van, hogy nagyon megörülök egy ötletnek, aztán 2 nappal később rájövök, hogy ennek már máskor is örültem. Ez velem is elő szokott fordulni. Mindenféle projekteket találok ki, tele van a jegyzettömből mindenféle, a füzeteim, a telefonom, a mindenféle jegyzetekkel, és időnként belefutok olyanokba, hogy nem 4 évvel ezelőtt már kitaláltam, amit most éppen fantasztikusan felfedeztem, hogy hát ezt kell csinálni, hogy így kéne, hogy wow, és akkor rájövök, hogy ah, ez már egy régi, régi dolog. Van, aki szól neked egyébként? Ki azt mondja, hogy hello, hello, ez nem volt vicces, vagy ez így nem lesz jó, vagy át kéne szerkeszteni valamit. Hát ugye a könyveknek van szerkesztője, tehát egy ilyen kontroll azért ott van, hogy tehát ő azért van, hogy ilyen észrevegyen ilyen dolgokat, és szóljon, hogyha a baj van. Még két aspektusát szeretném a humornak és annak a fajta összenem keverendő vidámságnak a kisugárzásának megnézni, amiről most beszélgetünk. Az egyik az a nyelvi humor. Pont tegnap magyaráztam a kisfiamnak valamelyik szavaddal kapcsolatban, hogy ez bár nem létezik, de értelmes és nagyon, nagyon vicces. Hogy alakult ki ez a nyelvezet, amit te használsz? Okozatosan. Emlékeim szerint már gyerekkoromban vonzottam a furcsa nyelvezetű szövegekhez, tehát nem biztos nem véletlenül szerettem nagyon az Alice Csoda országbant, meg az abban található nyelvi őrületeket, meg nonsens verseket, meg aztán eleve a nonsens verseket, tehát mondjuk a Edward Lear-nek a limerikjeit, meg a solókat. Tehát, hogy ez a fajta nyelvi játékosság valamiért rám erősen hatott. Tehát, hogy van bennem valami már eleve, ami tud kapcsolódni az ilyen fajta szövegekhez. Én akkor kezdtem el komolyabb van olvasóvá válni, amikor az úgynevezett posztmodern irodalom megjelent, tehát nem tudom, Eszterházy, meg Cuccarelli, meg egyféle szerzők. És az ő nyelvük, hangjuk az rám szintén erős hatással volt. Az a nyelvi szabadság, a nyelvvel való játék. Ezek a fajta hatások óhatatlanul valahogy beszivárogtak abba, amit elkezdtem csinálni, gondolom, hogy ez így történhet. Egyik, emlékszem, hogy még talán akkor 10 éves voltam, egy nagyobb 10 éves, megtaláltam otthon egy nálunk talán kevésbé ismert osztrák költőnek és írónak, a Hans Karl Hartmann nevű szerzőnek egy könyvét. Válogatott prózai írások voltak, az a címe, hogy How Much City.
és hihetetlen izgalmas volt. Jól emlékszem, az Oravec Imre meg a Tandori fordították ezeket a szövegeket, amik ilyen nyelvi szerepjátékok a, nem tudom, a 15. századtól napjainkig az értekező próza és az útirajz, prózától kezdve az útirajzokon át a ponyva irodalomig rengeteg forrásból merítenek, és nyilván nagyon jók a fordítások, és ezt nagyon sokszor olvastam, és szerettem ezt a könyvet, ahol a szerző minden szövegben egy valamiféle nyelvi maskarába bújik, és azon keresztül beszél. Úgyhogy majd az efféle játékok mindig nagyon izgatnak. Nekünk a földi halandóknak az egyik ilyen nyelvi zsonglőr, ugye a Romhányi volt, akivel találkoztunk. Persze, igen, jó, hogy mondod. Tehát ez egy csomó ilyen hatás, ja, igen. Tehát a Romhányinak a Dr. Bubó, meg hát nem is a Dr. Bubó, hanem ez már a Frédi és Bé, tehát a Flintstone családnak amikor én kicsi voltam, akkor ugye ez ment a tévében, és akkor még a Romhányi fordította verses szöveggel ment, és az is persze, ez mind igen. Ja. Mi a jelentősége, ahogy te látod, ennek a fajta nyelvi zsonglőrködésnek a nyelv alakulásában, illetve a társadalmunk alakulásában? És azért kérdezem, mert azért például, hogyha a Geszti Péterre gondolunk, ő, én azt hiszem, hogy generációkra nagy hatást tett azokkal a szavakkal és azokkal a kifejezésekkel, megközelítésekkel, amelyeket ő használt, és te is óriási hatással vagy és leszel a mi gyermekeinkre, a te gondolkodásmódod, az a nyelviség, amit te képviselsz. De hogy látod, hogyan formálja ez a gyerekek, az emberek, a társadalom hétköznapjait? A saját anyanyelved tanulása az a gondolkodás tanulása is egyben. Tehát, hogyha nem mindegy, hogyan és milyen nyelvet tanul egy gyerek, hogy hogyan vezetődik be a nyelv használatába. Hányféle nyelvi regiszter értésére válik képessé, teszik őt képessé, mennyire lesz képes kreatívan használni a nyelvet, árnyaltan kifejezni magát ennek mindenféle értelmében, intellektuális, meg érzelmi szempontból is. Tehát, hogy és ilyen szempontból társadalmilag is nagyon fontos, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk, nagyon nem mindegy, hogy mit értünk meg adott esetben egy szövegből, mennyire látunk a szavak mögé. Úgyhogy de borzasztó fontos mindenféle szempontból. És a nyelvi játékok, említetted most Romhányi Józsefet, meg Geszti Péter, és ugye ők mondjuk inkább a popkultúra, nem tudom, terénumán működnek, bár óvakodnék ilyen nagyon éles határt vonni a, nem tudom, popkultúra és magas művészet között. Én nagyon nem szerettem az ilyen szigorú különbségtételeket. De ezek a fajta játékok szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontosak, mert felszabadító hatásúak a gyerekek számára is. Tehát, hogy mennyi mindent kezdhetsz a nyelvvel. És hogyha, ha, tehát, hogy egyfajta hatalom is van benne, jó értelemben vett hatalom. Tehát, hogy rácsodálkozol valakire, aki tényleg, mint egy bűvész, bármit tud tenni, meg tud tenni a nyelvvel, az csodálatos. Tehát arra azt mondod, hogy ó, aztán mindenit neki. Tehát, hogy ez,
Tehát mintha különleges képességek birtokában volna, és persze különleges képességek birtokában van, de akkor valahogy ebből könnyen jöhet az, hogy azt érezd, hogy fú, valami ilyesmit én is kipróbálnék, ilyesmi talán nekem is menne, vagy én szeretnék ilyesmivel játszani. Úgyhogy hogy az e-féle nyelvi játékokat például én részévé tenném az irodalom, vagy nyelv oktatásnak, mert pont ilyeneken keresztül lehet bevonzani például a gyerekeket a nyelvvel való foglalkozásba, és lehet, hogy kevésbé egy 19. századi vers szételemzésével. Dániel Andrással beszélgetünk, számos fantasztikus, sikeres mesekönyvnek az írójával és illusztrátorával. Éppen abban a témában merültünk el az előbb, hogy vajon szét kell-e elemezni a verseket az iskolában, ahhoz, hogy megértsük a nyelvnek a finomságait, vagy lehet, hogy inkább alkotni kellene olyan szavakat, olyan fordulatokat, saját kútfőből, saját szívből, lélekből, amelyeken keresztül, mind az alkotás folyamatán keresztül, mind az újonnan alkotott szövegek megértésén keresztül ráérezhetnénk a nyelv fontosságára, a nyelv finomságára. Ugye én magam kommunikációval foglalkozom, és mint ilyen nagyon sok olyan felnőttel dolgozom együtt, akiknek kimaradtak ezek a fázisok az életében, vagy éppen ugye inkább diszkomfort érzetet okozott számukra a verselemzés, mint hatalmas intellektuális élményeket vagy tanulást. Úgyhogy 30-40-50 évesen újra kezdik megérteni, hogy mi a nyelv jelentősége, hogy a szóhasználatnak a finomságai, azok hogyan utalnak az intellektusra, hogyan utalnak arra, hogy honnan jössz és hová tartasz, hogy mennyire fontos, hogy finoman fejezzük ki magunkat. Te hogy látod, András, hogy a körülötted lévő emberek mennyire tudják finoman kifejezni magukat? Szerintem én ilyen szempontból valószínűleg szerencsés vagyok, mert a környezetemben, és most a család, meg barátok, meg nem tudom, rokonok és üzletfelek, ahogy a Bigli Maszkóban mondják, többsége hozzám hasonlóképpen használja a nyelvet, vagy viszonyul a nyelvhez, vagy én hozzájuk hasonlóképpen, tehát, hogy ja, tehát, hogy azért mindenki valamennyire egy ilyen, ahogy most ezt nagyon szeretik mondani valamiért, hogy buborékban él, és nyilván én is egy ilyen nyelvi buborékban élek, ahol hasonlóképpen kommunikáló emberek között töltöm az időm nagy részét, ami nem feltétlenül jó egyébként, mert az a jó, hogyha minél színesebb a paletta, meg minél inkább sokféle emberrel találkozunk. Ja, úgyhogy, de tudom, mire gondolsz. Tehát igen, azt azért úgy látom, tehát mert ezért nyilván nem ebben a szobában ülök állandóan, és elég sokat járok a városban, meg az országban is, és van fülem a hallásra, úgyhogy azt figyelem, hogy az emberek közötti kommunikáció sok esetben a kívántnál talán kevésbé szofisztikált módon zajlik. Ja. Hát ugye itt a kicsit belekaptunk. Én elég végigmennem ezen az utcán, és amit az autósok amivel megkínálják egymást nyelvileg, az mondja. Jó. Hú, ez nagyon... Egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy amikor jöttem erre felé, megláttam egy őszhajú bajuszos bácsit, aki tipikusan az a karakter, aki biztos nem fog beengedni. És hát persze, hogy nem engedett be. És hogy ezen gondolkodtam, hogy hogyan van a szocializációnk, hogyan kapcsolódik a családi szokásaink, az olvasottságunk, az, hogy mögötted ott van millió könyv, ami azért szimbolizálja mindazt, ami, hogy honnan jön, honnan táplálkozik az a nyelvi kincs, amit te is használsz. Tehát, hogy hogyan befolyásolja mindez a viselkedésünket, a felnőtt létünket, a kifejezésünket, és nem is, hogy hogyan, inkább, hogy mennyire, és hogy mit lehetne tenni, ugye te is utaltál az előbb arra nagyon finoman, hogy azért lenne hová tovább fejleszteni az oktatási rendszerünket. És ma ugye ez egy hot topic, egy fontos
forró téma, hiszen a tanárokért szüntetnek diákok, most már tényleg, tényleg azt gondolná az ember, hogy most már meghallják a hangjukat, és hát én mondjuk nem vagyok annyira optimista ezzel kapcsolatban. Egy picit kapjunk ebbe bele, te hogy látod ezt a helyzetet? Évek óta értetlenkedve és egyre kétségbe esettebben látom ezt a helyzetet. Szeretném nem érteni, hogy mi van. Tragikus, tragikus. Hát elég sok gyerek van a környezetemben, iskolába járnak, elég sok szülővel találkozom, úgyhogy elég sok mindent hallok erről. Magam is ugye járok iskolákba, meg könyvtárokba elég sokat, és amiket tanárok, szülők mesélnek, az egyszerűen elképesztő. Elképesztő. Tehát mindig azt mondjuk, na innen már nincsen lejjebb, láthatólag mindig van hova lejjebb, de most már tényleg az én viszonylag élénk fantáziám is kevés ahhoz, hogy elképzeljem. Valószínűleg nem kizárólag az elmúlt 10 vagy 12 évnek a problémája, nagyon, annak nagyon is, de azért, hogy mondjam, a tanári szakma, vagy pedagógus szakma azért korábban se, a korábbi évtizedekben se volt agyon finanszírozva, és nem volt helyre téve. És ebből következőleg igen nagyfokú kontraszelekció is alakult ki a pedagógus szakmában, úgy érzem, és nagyon sajnálva, vagy szomorúan látom. Úgyhogy nem tudom, én nagyon, nagyon drukkolok, hogy a tiltakozások átverjék azt a, nem tudom, plafont, ami ahonnan már nem lehet nem észrevenni, hogy nagy baj van, és hogy a tanár, és most már nem csak tanár, hanem tanár szülődiák tiltakozásoknak valami eredménye legyen. Én még mindig bízom benne az elmúlt évek nagyon-nagyon szomorú tapasztalatai után még mindig egy picit, hogy egy ponton már meg kell hallani azt, hogy az embereknek nagyon rossz, és egyre több embernek nagyon rossz. Akkor már egy kritikus tömeg mondja azt, hogy elég volt, akkor valamit tenni kell, bízom benne. Én lehet, hogy... De lehet, hogy még mindig túl naív és optimista vagyok. Szerintem maradj ilyen, és én is igyekszem ilyen maradni, mert muszáj különösen ezekben a témákban, meg helyzetekben naívnak és optimistának maradni, de egy picit provokatíve hadd mondjam, hogy én azt gondolom, hogy ez nem fáj eléggé az országnak, még mindig nem fáj eléggé. És hát lehet, majd hogy... Fog. Lehet, hát hogy, majd fog. Hát, hát igen, de Budapestnek fáj. Lehet, hogy a nagyvárosok egy részének is fáj, de szerintem már a kisvárosoknak az nem annyira elég. Fáj. És tehát Magyarország nagy részének az, hogy milyen színvonalú az oktatás, hogy egy hétköznapi problémát okozzon, vagy fejtörést okozzon az, hogy az, ami Magyarországon megy a közoktatásban, az nem elég modern, nem elég jó, nem elég... hogy is mondjam, nem eléggé tartja a magyar közoktatás az ujját a világ ütőerén. Szerintem ez nem egy hétköznapi probléma. A gázár az igen, ez nem. Hát az elég hétköznapi probléma lesz, hogyha az ország nem lesz elég prosperáló gazdaságilag, már valószínűleg most sem csoda, de ennek az oktatása az állóga. Tehát, hogyha ha nem lesz kellőképpen innovatív ember az országban, vagy mert nem kapta meg azt az oktatást, vagy a szülei még időben elvitték külföldre, hát az elég nagy problémákat fog okozni, és olyan problémákat, amik napi szinten fognak jelentkezni. És ez nem a nagyon távoli jövő. Tehát amikor az ország jövőjéről beszélnek, meg a gazdasági fellendülésről beszélnek, akkor tényleg nem értem, hogy mi van. Tehát amikor ezekről beszélünk, akkor első sorban az oktatásról kell beszélnünk. De azok a gyerekek, akik most, nem tudom, általános iskolába járnak, azok 10 év múlva lehet, hogy már az egyetemet is elvégezték,
és ők lesznek a fiatal felnőttek. És ha ők nem kapják meg azt a tudást, nem válik belőlük kellőképpen önállóan gondolkozó, kreatív, probléma megoldó gondolkozású felnőtt, akkor nagyon nagy baj lesz. Hadd kapcsolódjak erre rá, mert szerintem nagyon fontos, amit mondasz, hogy pont a te munkásságod ugye arról szól, amiről te is az előbb beszéltél, hogy a gyerekek ezen keresztül, ezeken a szövegeken keresztül képesek arra, hogy a finom, a nyelvnek, a szavaknak a finom rezgéseit megértsék, felfogják, és a mögöttes tartalmakat el tudják képzelni. Hát olyan képi világ van a szavaid mögött, hogy félelmetes. És amiről te beszélsz, az épp az, hogy értem-e én, hogy amikor valaki azt a szót használja, amikor velem kommunikál, akkor ez valójában nem azt jelenti, hanem azt jelenti. Meg felfedezze egy adott szövegben az ellentmondásokat, rájöjjön arra, hogy most éppen hazudnak neki, most éppen mellé beszélnek. Nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz ez. Emlékszem, hogy és nekem azért is nagyon szomorú az, ami most körülvesz minket, mert pontosan emlékszem a szüleim felnőtt korára, amit én ugye még gyerekként néztem, hogy hogyan kellett akkor a sorok között fogalmazni, meg a sorok között olvasni, kiolvasni azt bizonyos szövegekből, hogy igazából az miről is akar szólni, kihámozni az információt a szavak, nem tudom, ilyen szűrzavarából, a csúsztatások, meg kamú hegyek alól kibányászni a lényeget, vagy nem tudom. És hogy most nem tudom, ez egyre jobban, a mi felnőtt életünk egyre jobban emlékeztet az ő ilyen szempontból is, de sok más szempontból is az ő felnőtt korukra, és ez egyáltalán nem tölt el örömmel, meg bizakodással. 3 héttel ezelőtt beszélgettünk, és akkor mondtál egy mondatot, ami engem nagyon-nagyon megfogott, és így velem van. És azt mondtad, hogy amerre ez a világ tart, ami most zajlik a világban is körülötted, az egyre szomorúbbá tesz, és nem tudod, hogy meddig lesz erőd ahhoz a fajta humorhoz, ami megjelenik a könyveidben. De ez mondjuk erős humorérzékkel, az biztos. De úgy látom, ez nem csak az én problémám, tehát elég sokat beszélgetek ilyen dolgokról barátaimmal, ismerőseimmel, kollégáimmal, és azt látom, hogy nem könnyű talpon maradni, vagy így lelkileg talpon maradni ebben a nem tudom, jelen időben, amit most élünk. Nagyon súlyos, meg nehéz évek vannak mögöttünk, meg amiben benne vagyunk most nyakig, az szintén. De hát most ezt pontosan tudok, miről van szó, aki esetleg hallgatja ezt a beszélgetést, ez pontosan tudja, miről van szó. Úgy határainkon kívül, mint belül, meg globálisan, meg lokálisan. Úgyhogy ez egy picit sok, igen. Tehát azt hiszem, rettenetesen le vagyunk terhelve pszichikailag mindannyian, és ezt érzem az emberekkel, meg érzem saját magamon is, időnként próbálok tenni, hogyha én nem tudom, nagy vagányan rám nem hatnának annyira ezek a dolgok, de aztán időre azt tapasztalom, hogy ez csak egy álltatás, mert közben nehéz, és igen, vannak olyan periódusok, amikor nehéz rávennem magam arra, hogy elkezdjek foglalkozni egy ötlettel, ami korábban annyira izgalmasnak vagy jópofának tűnt, és most valahogy nem érzem magamban az izgalmat és a jópofagságot eléggé ahhoz, hogy úgy tudjak nekiállni, hogy azt érezzem, hogy ebből lesz is valami, vagy a kellő lendületet fölvenni, vagy nem tudom. Mit csinálnak a lendülettel? Veszik. Mit csinálnak? Tessék, veszik, ugye? Ugye? Igen, veszik, tehát kellő lendületet venni ahhoz, hogy nekiálljak. Igen, ez van.
Egyébként pont ezt szoktam, amikor gyakornokokkal dolgozom, kommunikációs szakos gyakornokokkal dolgozom, akkor mindig szoktam neki magyarázni, hogy mindig tett fel a kérdést, hogy micsoda, mit csinál a micsodával, mert hogy rengeteg olyan szóösszetételt használunk, ami nem létezik. És bár bizonyos kontextusban, mondjuk kufli kontextusban ez egy nagyon, nagyon hasznos és vicces dolog, de hogy amikor mondjuk cikkeket írunk, vagy tartalmat alkotunk, akkor mit csinál a micsoda, a micsodával az érdemes Igen, odafigyelni. mindenképpen. Na, de akkor egy kicsit, hogy kiássuk magunkat ebből a kicsit szomorkás hangulatból, hadd tolmácsoljak egy kérdést hozzád. Tolmácsoljuk a kérdést hozzád? Talán igen. Nem is tolmács. Igen, Igen? valamiért, igen, mintha ez majd egy kérdés eleve idegen nyelven. Ugye? Tolmácsoljuk. Igen, na jó, tolmácsoljunk egy kérdést. Én tolmácsolok egy kérdést hozzád, egy 5 éves kisfiú küldte be nekünk az Apaidő podcastba, Dávidnak hívják, Kertész Dávidnak, és azt kérdezi az író bácsitól, a Dániel András bácsitól, hogy mi van a kufliban belül? Dávid, tehát, hogy esetleg marcipán töltet, vagy mit csoki? Azt hiszem, nem. Én úgy képzelem, hogy a kufliknak ilyen rendes anatómiája van, tehát, hogy nekik is van csontvázuk, meg izomzatuk, mint nekünk. Most, ahogy így válaszolok közben, egy kép föl is bukkant az emlékezetemben, és lehet, hogy ez valamelyik kufli rajzfilm van talán, hogy ott talán a Kristóf, a Jurik Kristóf, aki a kufli rajzfilmeket rendezi, ő mintha csinált is volna egy ilyen kufli anatómiai ábrát. De ebben nem vagyok biztos, hogy ez ő volt, és kufli rajzfilmben volt, de egy ilyen kufli metszet kép, ami a kufli belső szerveit és csontozatát mutatja, ez szerintem készült. Úgyhogy én ezt válaszolom, tehát a kuflik is élőlények, és belülről hasonlóképpen ilyen fura dolgok vannak bennük, mint bennünk is, ami így kívülről nem látszik, és jobb is. Oké. A következő kérdés, amit tolmácsolni szeretnék az író, rajzoló, illusztrátor bácsi felé, hogy hogy születik a kufli? A kis biológus. Hasonlóképpen az előző válaszomhoz, úgy gondolom, hogy ilyen szempontból sincsen talán nagy különbség köztünk és a kuflik között. Tehát ugyanakkor be kell vallanom, hogy ezen nem gondolkoztam el még mélyebben, és lehet, hogy nem tökéletes a tudásom ilyen szempontból, tehát nem vagyok egy igazán profi kuflológus. Én úgy képzelem, hogy ők is úgy születnek, mint mi születtünk, de lehet, hogy ezt rosszul tudom, és mondjuk spórával szaporodnak, mint a gombák. Az is lehetséges. Tényleg az olyan vicces volna, hogy így a, nem tudom, az őszi avaron így kinőnek a kuflika semmiből, azt még például el tudnám képzelni. Ez nem is rossz ötlet. Ugye? Jó, de még azt gondolkozom, hogy egy pici zavarba hozott ez a kérdés, mert igazság szerint nekem ilyen kérdésekre már rég fel kellett volna készülnöm, de valahogy, hogy pont ez, hogy hogyan születnek a kuflik, ezen még nem gondolkoztam, talán azért, mert fura módon ezt a kérdést még nem is tették föl nekem eddig. Látod. Tehát, hogy az Apaidő podcast generációkat befolyásol tulajdonképpen kuflológiailag. És... ennek komoly folyamánya lesz a kuflológia disziplína. Én is azt hiszem. Még egy kérdésem lenne hozzá, ez egy személyes kérdés, nyugodtan mondj nemet, hogyha nem szeretnél rá válaszolni. Én úgy tudom, hogy a Fityirc az egyik karakter, amelyik a legközelebb áll hozzád, és hát az én kisfiamhoz is ugyanúgy, hogy ebben ti nagyon hasonlítotok, András és Dávid, Dávid és András. Miért? Miért a Fityirc? Amikor megkérdezik ezt viszont meg szokták sokszor kérdezni, hogy melyik a kedvenc kuflim, és akkor erre azt szoktam válaszolni, hogy ez, tehát ez,
ez pont olyan, mint hogyha egy több gyermekes szülőtől megkérdeznék, hogy melyik a kedvenc gyereke. Tehát ez most képzeld magad egy ilyen helyzetben. Nincs, és minden rendes szülő azt válaszol, hogy nekem nincsen kedvenc gyerekem, aztán, hogy Mindegy. egyébként belül mit gondol? Hát igen, de szóval ilyenkor ezt próbálom így elmismásolni ezt a válaszadást, aztán persze nem lehet, és akkor beszoktam vallani, hogy te is mondtad, hogy a fityész, tehát így nem tudom, lelkileg, vagy a világhoz való viszonya miatt, vagy nem tudom, valahogy a fityészel hozzám a legközelebb. De miért? Igen, Azért, mert heverészik a... Tehát úgy is lehet gyűjteni, mondjuk, hogy az ember heverészt, heverészik mindegyik a fűzbe. heverészt, mindegyik heverészik, mindegyik kufli heverészni szeret a legjobban. Én úgy képzelem, ez nem tudom, mennyire jön át a történetekben, és ez így, persze ez így fokozatosan alakult ki, mert ahogy haladtunk előre az időben egyik történetről a másikra, és most már persze nagyon sok kufli történet van, azért úgy differenciálódott is a kufliknak a személyisége, most ez bármilyen viccesen is hangzik, de mégis, nekik is van személyiség. És tehát, hogy fokozatosan alakultak ki a karakterek, vagy így színesedtek, és aztán idővel rájöttem, hogy a kufrik közül valószínűleg a fityírc a legintelligensebb talán. És most ebből nem azt akarom kihozni, hogy azért ő a legszimpatikusabb nekem, mert pont olyan marha intelligens, mint én. Félreértés ne esik. Hanem, hogy ilyen háttérbe húzódik, meg kicsit ilyen nem tudom, szociálisan így vannak problémái, meg olyan háttérfigura, de közben így figyel, meg gondolkozik, és akkor időnként bemond valamit, ami releváns, és akkor, tehát hogy azért mindig kiderül, hogy azért úgy ott van. Meg ironikus is, tehát azért időnként így izélgeti a többieket, beszólogat nekik, és tud vicceseket mondani, talán inkább, mint a többiek. Igen, vagy intelligens. Vagy nem mondanak a publik de vicceseket, de ezeket mi tartjuk viccesnek, ők komolyan mondják, és akkor azt mondjuk, hogy úristen, miket beszélnek. De a fityírc az időnként szándékosan is mond vicces dolgokat, amiről ő is tudja, hogy vicces. Tehát ez is talán egy különbség közte meg a többiek között. Úgyhogy ő egy ilyen fura fazon, és én úgy tudok menni a fityírccel. Persze a többiekkel is, meg kell is nekem. Hatozok egy másik aspektust is fityírccel kapcsolatban, hogy pont tegnap este olvastam az egyik történetet fityírccel kapcsolatban, amikor hogyan kell fityírccet gyűjteni, vagy valami ilyesmi volt a címe, és a fityírc heverészik a fűben, egyszer csak megtalálják, de hol van fityírc, és fityírc ott fekszik, és kérdezik, hát te nem gyűjtök ezt, de én gondolatokat gyűjtök, ötleteket gyűjtök, azt hiszem, ötleteket gyűjtött, és szerintem ez... Tehát ez zseniális, de hogy most már annyit dicsértem a karaktereket, fityírt, és tulajdonképpen ezeken keresztül indirekte téged, hogy most egy kicsit más aspektusból... Kicsit elkezdesz tudni. Tessék? Most kicsit elkezdesz fikázni. Nem az fog történni, hanem arról szeretnék beszélni két mondatot, hogy én azt hiszem, hogy a modern apaságról, az apaidő a modern apaságról szól. Arról szól, hogy hogyan legyünk mi modern apák, hogyan legyünk mi modern szülők, mi a mi felelősségünk, milyen könyveket adunk a gyerekek kezébe, azok miért jók, vagy miért kevésbé jók, mire valók, stb. És például pont a tegnapi történet, hogy lehet úgy is ötleteket gyűjteni, gondolatokat gyűjtögetni, valamit, ami jó, hogy ezt nem fizikailag teszem meg, legyen akár pénz, akár tárgy, akár autó, akár akármi, hanem csak heverészek a fűben, és hagyom, hogy megszülessenek dolgok. Ez egy olyan tanítás, ami nagyon fontos, egy mesén keresztül, egy karakteren keresztül megérkező fontos tanítás a gyerekeknek. Észre se veszik, és formálódik az ő énképük, formálódik a világlátásuk. És hogyan ez ide? Mert hogy nekünk modern szülőknek... Ma már nagyon fontos szerintem a legtöbb szülőnek, hogy ideje korán, minél korábban, úgy értem, olyan impulzusokat vigyünk be a gyerekeknek, amik segítik őket fölkészülni
erre az életre, erre a 21. századi életre, hogy olyan modern felnőtteket neveljünk, akik készek saját válaszokat adni bizonyos kihívásokra, hogy intellektuálisan, szofisztikáltan tudják vizsgálni kritikus gondolkodással a világot. És ehhez nagyban hozzájárulnak az ilyen típusú könyvek, írások, karakterek, gondolatok. Ezt te éled? Ezt? Vagy látod, vagy érzékeled ezt a fajta irányt, felelősséget, szülői magatartást? Hát nem irigylem a szülőket, tehát azokat a szülőket, akiknek most van kisgyerekük. Mert valóban egy szülő szeretné, jó esetben szeretné felkészíteni az élet kihívásaira a gyerekét. Hát úgy érzem, hogy ez most nem egy egyszerű kihívás. Mert hogy nem nagyon tudni, vagy nehéz felmérni, hogy pontosan mire is kell felkészíteni a gyerekeket. És ez most nem egy vidám kijelentés részemről, tehát hogy egyszerűen nem tudjuk, tehát amikor most a gyerekek felnőnek, majd nem tudom, most ovisok, és majd 20 év múlva felnőttek lesznek, egyszerűen nem tudhatjuk, hogy miféle kihívásokkal kell nekik majd 20 év múlva szembesülni. Hát majd meglátjuk, jó esetben még talán látni fogjuk ezeket a dolgokat, tehát még itt leszünk. De hát ez nagyon nehéz. Szóval nincsen könnyű helyzetben, azt hiszem, a szülő, hiszen neki is annyi mindenhez kell adaptálódnia folyamatosan új és új helyzetekhez. Ez szerintem fokozottan nehézé teszi a gyereknevelést, manapság úgy képzelem. Igen, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy mondjuk 40-50 évvel ezelőtt voltak olyan szakmák, amiről lehetett tudni, vagy sejtették az akkoriak, hogy ezek 20 év múlva is szakmák lesznek, tehát lehetett valami felé terelni az embereket, lehetett azt mondani, hogy belőled is tisztességes cipész válhat kisfiam, vagy tanár, vagy mérnök, vagy akármi más. És ez már szerintem ránk se volt igaz, például az én esetemben az történt, hogy én azért lettem operaénekes, első körben 20 évig, az édesapám, a nagyapám is operaénekes volt, az édesanyám húga is operaénekes volt, és gondoltam, hogy viszem tovább, mert hogy én is megtapasztaltam 11 évesen, hogy milyen egy társulatban élni, létezni, amikor 10-20 évig a egy közösség előad újabb és újabb darabokat. Ugye ma már ez nincsen. Tehát, hogy már mire én lediplomáztam a Zeneakadémián, megszűntek a társulatok Magyarországon, már hogy abban a formában, hogy állandó társulatok együtt, hosszú-hosszú éveken keresztül opera tekintetben együtt dolgoznak. Mindenki vállalkozó lett, stb. Megszűntek a státuszok. Tehát felbomlott az a rendszer például, de hogy ugyanúgy ezek a szakmákat se tudjuk. Na és noctacu, most már az intellektuális, tanári, mérnöki, egyéb más szakmákban se tudjuk ugyanezt elmondani. Hiszen nem tudjuk, milyen foglalkozások lesznek. Létezik-e még? Jön a mesterséges intelligencia. Nem is tudom, hogy a gyerekem miket fog dolgozni. Sőt, ugye azt szoktuk mondani, hogy a mi gyerekeink, akik most 5 évesek, tehát mondjuk az alfa generáció, ő olyan szakmákban fognak nagy részben dolgozni, amik még nem léteznek. Igen, igen. Hát valószínűleg ezért fontos az, hogy fontos a képességfejlesztés, tehát hogy nem lehet most már konkrét szakmák fele irányítani a gyerekeket, hogy belőle cipészt vesz, belőled meg, nem tudom, ács vagy asztalos, mert ügyesen bánszapával belőled meg operaénekes, mert jó hangot, hanem bizonyos készségek elsajátítása fontos, ami aztán sok mindenre jó lehet. Úgyhogy igen, hát ez nagyon, nagyon nehéz. De hát erre volna ugye ott az oktatás, ami ezeket a képességeket elsajátíthatóvá tenni a gyerekek számára, hogyha még volna erre alkalmas oktatás. Te hogyan terelgetted a gyermekeidet e tekintetben? Biztos nem jól. A szülő vagy, és felnőnek a gyerekeid, akkor nyilván kiderül, hogy miben tévedtél, és miben mit szúrtál el. Egy csomó dologgal kapcsolatban.
Biztos ez ebben az esetben is igaz. A gyerekeim egy olyan családban nőttek föl, ahogy egyébként én is, ahol a, nem tudom, művészetekkel foglalkozni az egy érvényes megoldás volt az élet. Tehát, hogy az oké. Mert sok családban ez nem ennyire evidens, sőt, a legnagyobb rémületet tudja a szülőknek okozni, hogyha egy gyerekről kiderül, hogy ő valamilyen művészeti pálya felé szeretne orientálódni. Nálunk ez nem volt, úgyhogy ez azért eléggé meghatározta a gyerekeknek az érdeklődését, meg az irányt, merre elindultak. Van köztük, aki már kb. Célba ért, van, aki még úton van, de ez azért jellemző volt, ami praktikus szempontból valószínűleg nem annyira jó, vagy nem annyira hatékony, mert hát éj meg művészként, ugye ez az örök probléma, úgyhogy ezzel nekik is majd szembe kell nézniük, de hát bízom benne, hogy kellőképpen találékonyak és okosak ahhoz, hogy megugorják ezt a problémát, és hát amiben tudok, abban segítek nekik. Úgyhogy igen, tehát lehet, hogy nekem is ilyen szempontból szigorúnak kellett volna lennem, hogy oké, de azért tanulj ki egy használható szakmát, és az jó lesz valamire, aztán amellett még majd bűvészkedhetsz, tudod, ezt szokták mondani a Igen, szülők, igen. de megint nem működik egészen, mert más mellett úgy mellesleg művészkedni nem lehet, tehát vagy csinálod, vagy nem. Ez mindenre igaz, így ezekre a ilyen zűrös dolgokra is, mint a különféle művészeti ágak, ez sajnos igaz. Az Apaidő podcast végén meg szoktam kérdezni vendégeimet, hogy mit jelent számodra az apaidő? Olyan időszakokat jelent, ami sokszor néhány óra, amit úgy tudunk együtt tölteni a gyerekekkel, hol ezzel a gyerekemmel, hol azzal a gyerekemmel, ahol úgy lehetünk együtt, egyrészt mint két felnőtt, aki már felnőtt dolgokról felnőttként tud beszélgetni, de közben még emellett még mindig ott van, vagy ezt átszínezi, vagy ennek a hátterében ott van a viszonyunk, hogy én apa vagyok, ő meg az én gyerekem. Tehát fordulhat hozzám olyan dolgokkal is, ami ebbe a, ez a, nem tudom, a viszonyunknak ehhez a feléhez tartozik. Megérzelmileg ez átszínezi az egészet. Néha inkább tolódnak ide-oda a határok. Hol inkább gyerekszülőként beszélgetünk, hol két világ dolgait figyelő felnőttként beszélgetünk. És ezek ilyen nagyon jó pillanatok. Meg én nagyon örülök neki, hogy őket láthatom. Láthatnak felnőni, és láthatom felnőttként, és mint felnőttnek izgulhatok. Felnőttként izgulhatok azért, hogy boldogak legyenek, meg a képességeiket, a tehetségüket ki tudják bontakoztatni, és folyamatosan azon izgulok, hogy ezt egy olyan helyen tehessék meg a világban, ahol ez megtehető, és ahol ők ki tudnak bontakozni. És egyébként ezekben az időkben, amikről beszélt, ezekben az apa időkben elég gyakran kerül elő ez a téma, és elég sokat beszélgetünk mostanában ilyesmiről. Úgyhogy Köszönöm. ez a idő, ezek ilyen valahol a szülőgyerek és a barátság között félúton, vagy ez a két dolog keveredik ezekben, hála Istennek, mert én legalábbis úgy érzem, aztán lehet itt ülnének mellettem, megcáfolnának, hogy működ beszélsz, de én úgy érzem, hogy jó a viszonyunk, és el tudunk jutni ilyen beszélgetésekhez, a mindenféléről való beszélgetésekhez, és ez az apa idő. Köszönöm szépen Dániel Andrásnak, az Apaidő mai vendégének, illusztrátornak és meseírónak, hogy itt volt velünk, a Kuflik édes apucikája, és beszélgetett velünk őszintén az életéről, a családjáról, a munkájáról, a mai világról, és hogy mi vár ránk talán a következő években. Köszönöm szépen, András! Én is köszönöm a beszélgetést.
az apaidő nem jöhetett volna létre az anyák, az apák, a gyerekek és a támogatók nélkül. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és kövessd az Instagramon az apaidőt.